Na és akkor csapjunk bele a lecsóba. Ó, remélem, hogy most már gyorsabb lesz a matchmaking, mert jaj, ma reggel, mikor mentünk egy párat, úgy gondoltam, hogy nyomok abból is egy ilyen, hát élőt, de hát az inkább halott volt, mint élő, mert azt hiszem 13 percet, tehát bármilyen egy negyed órát vártam arra, hogy meccset találjak, és nem találtam. Szóval azért kerül most ez a live is. Hát a megtörténés, amivel hát igen, mindjárt más. Azért kora reggel nem ebbe a gamebe, kb. Mint a For Honor-ba, meg a legtöbb ilyen hát instant verekedős gamebe nagyon nehezen találsz embereket. Meg mondjuk mindegyik ilyen gamebe, mert csak a különbség, hogy van, ahol több botot raknak be, van, ahol kevesebbet, vagy nem tudom, haver, de itt azért piszok nehezen találtunk már kora reggel. De azért egy párat legalább nyertünk. Na, hova kell menni? Eventide Temple, Temple Bounty Quest. Jó van. És oda menjünk? Nem. Jó, örülünk magunknak. Köszönjük. What do we have here? What do we have here? My, my. What do we have here?
the more valuable dead. Stop traipsing and pick up your weapon. I've already forgotten your name. This. Sturdy again. How luxurious. Look at that shine. Time to go dark. Here it is. Come here and bear arms! The shadow will show you. The more valuable dead. Have to look good for my foes. The shadow thickens. I found something very good. I found something very good. Hát, haver, pedig olyan szépen, hát most együtt igen, de no, ne is álmodj róla, hogy segíteni fogok neked, drága kislányom, sok sikert!
a túlélésbe, mert most tényleg kezdem felhúzni magam az ilyenekkel. Ő veszi fel az izéküldit, hogy megöljék őket errefelé, én rájuk megyek, mert hát szerencsére nekem is küldi, és ott hagynak a szarban. Tudod mit akkor, kislányom? Menjetek azt. Csapjátok, jó? Na, pedig szépen háromszor is lekánterült őket. Ajj, hát ez nagyon szív volt. Az olyan szív volt, hogyha még megnyertük volna, akkor még jó is lett volna. Így, hát sok sikert. Hát leszel is, fiam, ne aggódjál, mert azok megdolgoztatnak be rendesen. Elultizott. Na, hozzátok le, drága barátaim. Megy. Tudom. Jó, ugye? Mikor szarba hagy a tímed? No. Kicsit belefáradtam abba, hogy folyton segítsél. Ez ilyen oda-vissza menet. Tudok nagyon kedves és barátságos és segítőkész lenni, de tudok a legnagyobb köcsög is lenni. És tényleg nem nagyon izgat, hogy... Jó, meg lett. Nagyon jó cuccaik vannak, haver. Ez kell. Nem biztos, de ez kell. Ugyanaz a team. Pedig nyomtam a counter, de nem jött össze. Na. Huff. XP. Nem is rossz. Nem is rossz. Amúgy ilyenkor nem maragszom meg, hogyha valaki leízél, hogy ma milyen köcsögőben segítesz nekik, nem haver. Ha a csapattársaim képesek engemet szarban hagyni, akkor ugyanez a válaszom vissza. Tehát tényleg harag nélkül, semmi nélkül, tök mindegy, hogy rankeden vagyok, tök mindegy, hogy szimpla gameben vagyok, tök mindegy, hogy akármilyen gamen játszok, ha a tímem ott hagy a kakiba, még annak ellenére is, ha egyedül mászok be, sokszor volt, hogy egyedül mászok be az emberek, és mi a maradék kettő vagy három, attól függően, hogy milyen game-mel játszottunk, és milyen nagy volt épp a team, mi mentünk, mint a vakegerek segíteni, még ha meg is haltunk, akkor meghaltunk, de nem baj, de legalább megpróbáltuk kisegíteni ezt az egy marhát, aki bemászott. De ha ilyen nézi, akkor... Még ilyenkor még jobb is tudsz lenni, mert ha ott például sikerült volna, nem bekapni az utolsó ütés hátból, hogy lekánterem őket még egyszer, akkor meghaltak volna. De sajnos nem így sült el a dolog, mert hátba vágott az egyik, amit nem tudtam kánterelni. Olyan szép volt.
Attól még nem megy el a kedvem, hogy tímizéket menjek a gémen belül. Mindössze elég érdekesítő tud lenni, mikor látsz egy közösséget, ahol annak ellenére, hogy nem ismeritek egymást, vagy nem napi szinten játszotok egymással, vagy tudom is én, ilyenekbe botlasz bele. Na, nézzük, hova megyünk. Mentai Temple, azért pont jó, hogy ott kettőt kell kinyissak én is. Nem is rossz. Yes, I like this a lot. I found something very good. I have marked the relevant object. Take care. You and me, Bear.
shadow will shortly begin to spread. Look at that shine. I did need a bit of a touch. They'll never see me coming. I won't make the same mistake twice. Why do they challenge me? Never ends well. Here you go, friend. Here you go, friend! No one touched this but me. Hello, hello. Még lehet látni téged is. Kicsit nyűgösen, fáradtam, de meg vagyok, köszönöm. És te? Ja, hát te. Vagy meló közben gondolom, vagy éjnek évadján. Mert ugyebár két váltásnál nem tudom beosztani azt, hogy mindig csak délelőtt meg délután legyen a az öröm a köbön. This should prove useful. Na, talán csak nem beszereztél olyan szexi nagy párnát, de amúgy azok érdekesek, meg jók. De miért van nekem ebből kettő? Párnát, vagy azt, hogy fekete vers, vagy forgatásban. Mert azért az nem mindegy, hogy mit forgatsz. Ugyebár.
Jó, nem térünk ki a részletekre, csak így, na. Gondoltam, hogy megjegyzésnek így. Jó lesz. De ezek miért szaladnak el? De. Hát én mondom, ez rosszabb, mint Budapest belvárosa. Aha. Ebben nézted, lányom. Nem hitted, hogy így countert kapsz. Meddig agyon verik a másikat. No, anya. Hagyjál már. Hát meddig tart a formát, hogy fordulnak ki a nyakad? Holy mother, na mindegy, safe volt. Én azt mondom, maga a game jó. Annyi, hogy még azzal nem is került annyira belevetnem magamat, ugye bár azzal is akartam tulajdonképpen. Szóval arról majd lehet, hogy majd este nyomok valamit, mert eléggé hülyén tudom beosztani az időmet ilyen szempontból. Hát nem tudom, úgy érdekes, olyan mint a, hogy is mondjak, mint egy LOL meg Metin 2 kombináció, tehát ilyen easy MMO tulajdonképpen, de érdekes, tehát úgy. És említem volna, hogy ennyire úgymond intenzív tud lenni egy 2D-s játéknak a harcrendszere, mert azért klasszó megcsinálták. Hát PvP mint, hát az a baj, hogy a legtöbb MMO-ban most két választásod van. De kb. Mindegyikbe, ez nem nagyon válogatja stílusát, hogy vagy megállás nélkül farmolsz és örülsz annak, hogy így mit van, vagy PvP-zel, mert más már nem tudsz a végén csinálni. Tehát ez a legrosszabb, hogy vagy craftolsz, vagy PvP-zel. És kb. Ez a két lehetőség van, hogy vagy pénzt csinálsz, vagy ütöd a másikat, vagy mindkettő. Épp stílusodnak megfelelően. Szerintem lesz raid, mivel az egy jó pár játéknál meglátszik, hogyha csak azon tudod kiélni a hát a karaktered skilljeit, hogy mászkálsz, azt ütöd a mobokat jobbra-balra. Szerintem. És a még a Black Wizardbe is behoztak valami Insta Dungeon Raid félét, nem is tudom minek kell lehet azt nevezni. Soha nem játszottam amúgy, vagy nem játszottam le azt az izét, Instát. De elmondásuk szerint az embereknek már oda is behozták, mert nagyon egysíkú a játék olyankor. Hogy zavar. Vagy milyen értelemben, na? Hát mondjuk... Ez most oda-vissza pofon végül is, mert...
ha elképzeled, hogy képes vagy, mivel tegyük fel területre, hatos skilléd vannak, egyszerre több embert megütni, akkor jó, mert téged nem tudnak counterölni. Viszont pek, mikor téged is pont így vernek agyon. Tehát ez egy ilyen oda-vissza. Ha mondjuk engem nem zavar, mert hát egy PvP gameben mondjuk az eléggé izé lenne, hogy inkább a Metin 2-ben, hogy van a két pálcika ember, ütik egymást és az hal meg hamarabb, aminek kevesebb HP-ja van. Vagy kisebb damage-e, inkább fogalmazok így. Tehát legalább van egy kis értelme a dodge-nak, a block-nak, tehát hogy na. De hogy te mondod, hogy kinek mi, tehát van, aki szereti az ilyen dolgokat, van, aki nem szereti. Mert például a Metin 2-ben az a stílus, hogy akinek nagyobb a damage-e, általában az fog nyerni, mivel nincsen stagger. Tehát csak a combo ütésed utolsó hitjével tudod ellökni az ellenfeledet, de ezt ki tudja counterölni, ha benyom egy skillt, és akkor már nem nem hat rá ez az effekt. Ami eléggé necces tud lenni, hogyha csak állsz, nem csinálsz más, csak lefejed a szó közt, mert ott azzal kell ütni, azt akkor no. Ennek is kisebb a nevezet, vagy olyan izgalmas, ha már nézd meg. Na. Szóval. Meg még melyik játékban volt. Nem is tudom a Night Dragons-be milyen a harcrendszer, de azt hiszem ott is valami ilyesmi, csak valami bizonyos kombókkal válik az ellenfeled mozdulatlanná. Azt mondom, hogy csak a stun esetében működik. Ha játszottál azzal a játékkal, nem mondd már, hogy itt vannak. Akkor range-d az nem kell nekem. Yes, I like this a lot. Meg ugyebár akkor intenzív egy game, vagy akkor él, vagy érzed jobban, hogy tényleg harcolsz, hogyha tudsz blokkolni, meg dodge-olnod kell, nem pedig csak állsz, tudom, és én spammeled a skilleket, tegyük fel. De ez az én véleményem, tehát én nem mondom, hogy ez az a zizé, de én jobb szeretem, tegyük fel az ilyen kombat összeállításokat, ahol tényleg mozogni kell egy kicsit, és nem pedig csak spammeled a skilleket, ilyen zongorázás. Vagy lefejled a billentyűzetet, azt mindent elnyom egyszerre, két másodperc alatt. És ha vedd fel!
Köszönöm. Szóval mondta nekem, hogy hogy tudott perizni, miközben hátorul ütötte a másik, na mindegy. Ebben zegény nem tudok olyankor. Na hát ennek örülök amúgy, akkor hogyha ilyen szépen... Hát a Mónál az a baj, az már azért kicsit régi és szerint régi, hát na, nem mostani game is, abban szerintem már olyan nagy potenciált nem akarnak belefektetni. De ezt örömmel hallom, hogyha megérte az eddigi fáradozásodat, úgymond, vagy megérte kitartani, na fogalmazzak így. És te nem hallottál arról, hogy meghívás nélkül nem illik bepofátlankodni? Na, köszönöm. Nem, hol a lila? Nekem a lila kell. Azért mondom. Akkor azt mondod, hogy végre sikerül majd valamit rendesen pöpecül elhelyezni. Vagyis úgy alakul majd a dolog, ahogy azt eltervezted, inkább fogalmazzak így. Nem treasure kell nekünk. Lila. Akkor vigyed. Mondjuk igen, ez igaz. Hát tudod. Alapos munkát akarnak végezni, hogy azért na. Rendesen megcsodálják azt a gémet, miután elindítják, belépnek, játszanak vele. Hát az. Ajtóstól visszük be. Hát igen, mert eléggé rossz az, amikor azért nem tudsz érvényesülni, vagy nem tudsz élvezni egy játékot, mert tulajdonképpen nem tudod, hogy mit csinálsz. Még igen, van bennem valami. Régen voltam így egy gémmel, ami azt hiszem már sajnos bezárt a kapuit, a Dynasty Warriors, amikor ugyanis az EU meg amerikai szerók leálltak, és nem maradt már csak a tájvani, a kínai és a japán. Utána azt hiszem a kínai is bezárt, és maradt csak a japán. Azt meg a tájvani is bezárt egy idő. De tudom, hogy leghosszabb ideig bírta a japán szerver, és ott is eléggé nehézkes volt, hogyha nem játszottam volna az angol verziójával, akkor egy csomó írást nem értettem volna, úgyis, mert szavak szerint valamit értek, de írásból, ha olvasni kell, akkor nem, no, tehát no, no chance. Tehát értem, hogy miről beszélsz ilyen szempontból.
Hát igen. Hát akkor... Akkor most ez egy kicsin csúnyán hangzik, de időpocsékolásra rászállnod az időt, ha tulajdonképpen nem is érted a dolgokat, na. Vagy azt, amit olvasol. Ergo. Mostanában nem, megmondom őszintén, hogy mostanában nem. Arról is vannak valami újonnan hírek. Tehát magáról az izéről hallottam, meg tudom, hogy miről van szó. Ott sokan az izéről voltak felháborodva. Hogy milyen lett a vége, úgymond a main karakternek az a kis monológia, hogy milyen csúnya volt. Na de hol lövöldöznek? Hát, ezt kell. Mondjuk én ilyen szempontból soha nem értettem egyet, tegyük fel a bírálásokkal, hogy fogalmazzak így, mert amiért valami nem teljesíti a te elvárásaidat, nem azt jelenti, hogy nem jó. Vagy azért, mert elindult egy irányba, nem azt jelenti, hogy nem változhat. Szóval, ha ők úgy döntöttek, hogy az A-ból átváltanak B-re egy csavarral, akkor drága barátom, akármennyire nem tetszik, fogadd el, hogy ők azt a döntést hozták. Ez ugyanolyan, mint amikor a Renault át akarta venni a Dacia-t, nem is tudom, időközben sikerült vagy nem. És akkor ott is voltak ilyenek, hogy ilyen, meg olyan, meg hogy akkor majd biztos Renault motor lesz benne, meg Renault design. Nem, haver, ugyanaz lesz, mint eddig, mindössze más kivitelezésre tegyük fel. Most azt, hogy ők megváltoztatják a menetet, vagy változtatnak akármi, hát ez benne van a pakliban, benne van egy film. Tegyük fel egy sorozatba, amikor vannak a csavarok, és akkor átbukkan drámából, tegyük fel romantikusba, vagy vagy történelmiből drámába, tehát ilyen átbukások lehetnek. Hát remélem, hogy valami jó. Hogy a fenébe ért utána, mindegy. De én nem értem ilyenkor az embereknek a logikáját.
Tehát ezt tegyük fel, ez ugyanolyan, mint amikor van a Batmanről, mert van a maga a film, a Batman film, és van 30 fajta, na jó, nincs 30, van vagy 4-5 fajta változata. Az egyik eltér a másiktól, ugyanarról a filmről beszélünk össze, más stílusba. Amelyik tetszik, öcsém, azt nézed. Ez ugyanúgy. Jobban tetszik az anime változat, mint a manga, akkor te az animét fogod megnézni, és nem a mangát fogod elolvasni. Jobban tetszik a manga változat, akkor azt fogod elolvasni, és nem fogod megnézni az animét. Ez a leg... Most elnézést ezért a kifejezésre, ez a leghülyébb, és a legnagyobb baromság, amit életemben hallottam, hogy eltér az egyik a másiktól. Hát... Mert más az izé, más a rész. Tehát egy animébe oda kell animálni, haver, ott azért, ha az ember le fog ülni, és te belefektetsz több százezer dollárt abba az animébe, hogy elkészítsd az elejétől a végéig, akkor biztos, hogy nem fogsz unalmas animációkat végigkínlódni a csapatoddal, csak azért, hogy pont ugyanaz legyen, ami a műbe volt. Nem, lehet, hogy lesz csavar, lehet, hogy lesz valami élvezetesebb, lehet, hogy lesz valami bombasztikusabb. Haver. Most erre kb. Én ennyit tudok mondani. Ja, hogy ezt nyitottam ki a múltkor. Na, de ez az én véleményem, tehát ez mondom, hogy megint kinek mi. Mert ugyebár filmeknél is van az, hogy tegyük fel a könyv egyféleképpen szól, a film másféleképpen szól. Ugyanis ha elolvasod a Harry Potter, mondjuk az, hogy trilógiát, akkor lehet, hogy kicsit másképp fog szólni, mint a filmes változat. Elolvasod a Zizét, a Gyűrűk urát, másképp fog szólni, mint a film szólt. Ez természetes, hogy a kettő eltér egymást, amivel más stílusba és más koncepcióba van benne. Tehát valamivel meg kell fognod az embert, ha néz. Hát az a baj, hogy soknál ígérik az, hogy lesz season 2, és azt vagy elhúzzák, vagy ilyen... ilyen üres szavak, tehát így, hogy majd, valamikor, egyszer eljutunk oda is. Igen, csak... Én csak az a baj például az ilyenekkel, amik nagyon felkapott animék, hogy mivel manapság az emberek nagyon elvárólak, és nagyon hát bírálják a dolgokat, amiket olvasnak, vagy néznek, vagy hallgatnak, vagy tudom is én mit csinálnak. Te, mint kiadó, vagy te, mint ötletadó, nagyon meg kell gondold, hogy milyen szinten fogod végighúzni azt a szálat. Mert van, aki tegyük fel, most mondok egy példát, van egy anime, ahol azt várják el, hogy az XY-nak a barátja felforduljon. De te, mint az ötlet adó, vagy te, mint maga az egész koncepciónak a kitalálója, te nem akarod, hogy az felforduljon. És akkor el kell gondolkodnod azon, hogy most vajon saját magadnak tegyél jót, és úgy haladjon, ahogy te akarod, vagy egyébként legyen meg a nézőszám, legyen meg a bevételszám, szedjük ki belőle a legtöbb pénzt, és akkor inkább legyen úgy, hogy az emberek akarják. És itt van az a koncepció, ahol a kettő nagyon ellenszenves. És ez ugyebár pedig már az embertől függ, attól az egytől, aki eldönti azt, hogy megadja magát, vagy nem adja meg magát. És akkor ilyenkor vannak a verekedések, meg veszekedések, meg na.
trust me? De most, hogy mindenhol megvan a küri, oda menjünk haver, oda essünk pofával előre. Na. Hát igen, mert alapjárton véve 100 és 200 ezer dollár között mozog egy rész elkészítése. Shots per kb. És tegyük fel, te csak a borítóképből szűröd le az, hogy kb. Milyen anime lenne az, amit te meg akarsz nézni. Ha tegyük fel, te szereted a Slice of Life animéket, és te neki kellsz nézni egy Martial Arts animét, akkor lehet, hogy nem fogja elnyerni a tetszésedet, mert más beütésű, más kaliberű, más stílusú animéről van szó. Szóval azért, mert neked nem tetszik, nem azt jelenti, hogy nem jó. Mindössze nem a stílusodnak megfelelőt választottad. Itt vannak ugyebár áthajlások, hogy komédia és valami, meg románc és valami, meg slice of life és valami, de az mindig csak részben érvényesül a te elvárásoddal. Hát nem, hogy nem tudják megfogalmazni, ezzel most tudom, hogy majd a legtöbb embert meg fogom sérteni, de nem nagyon izgat, szóval kimondom, hogy kretén, bunkó, retardált, műveletlen köcsögökről van szó ilyen szempontból. Mert szó szerint retardált kell legyél ahhoz, ha te saját magad nem látod be azt, hogy az nem neked való, inkább csak azt mondod rá, hogy ez a szar. Lehet, hogy te is az voltál, mikor az orvos rád nézett, ennek ellenére mégse dugott vissza oda, ahonnan kijöttél. Na. Most ez lehet, hogy csúnyán fog hangzani YouTube-on, de ez az igazság. Fiam, tehát nem tetszik, nem baj. Nem tetszik, ez van, menj tovább. Nem kell azért a másikat is ráerőltetni arra, hogy ha nekem tetszik, akkor neki sem tetszik, értem már. Hát nem, nem értem, haver. Mi? Egy testbe éltek, vagy mi a fene? De te most nagyot fog majd szólni olyan helyen, ahol nem szabad épp nyilvános enyéjeneket mondani, de szabad vagy nem szabad, ez az igazság. Szóval inkább másképp fogalmazok, nem illik ilyeneket mondani, amiket most én elmondtam, de sajnos ez van.
Hát, az az izé, hogy mi a legegyszerűbb dolog az életbe, hogy kritizáljál valamit. Azzal nekem semmi bajom nincs, ha valaki elmondja a véleményét. Azzal viszont már bajom van, mikor jön Pityuka a senkiházi Nullfalváról. Majd tudom is én mi a felének köszönhetően bekerül valahova, hogy ő valamilyen bíráló vagy a tökömet se érdekli, hogy micsoda lesz ő. És azt mondja az adott műre, hát ez nem jó. Miért nem jó? Hát mert nem jó. Hát te se vagy jó haver, de ennek ellenére elviselnek, ott hagynak, ahol vagy most per pillanat a hátsó feleden. Szóval, ha neked nem nyomják ki a szemedet azzal, hogy miért nem vagy jó, akkor már mondjad meg úgy szépen, hogy miért nem jó, mert kritizálni, drága barátom, az a legkönnyebb. De általában a legtöbb ilyen ember az annyira se képes, nem megsértésképpen, de annyira se képes, hogy rákeressen valamire a Google-on vagy a YouTube-on. Halványlag gőze nincs arról, miben áll egy animációnak az elkészítése, vagy már csak egy szimpla animálás. És ez most lehet film, lehet anime, lehet akármi. A filmeknél mondom épp az effekteket. Behozni, megcsinálni, és okésan összehozni, ne tűnjön fel senkinek semmi. Mert az a legkönnyebb, hát ott a filmben az ott kilógott, az ott nem jó. Hát akkor menj, azt csináld, ha olyan nagyon profi vagy benne. Hát nem, én csak mondom, hát akkor ne mondjad. Ha jobb vagy, jobban tudod, igen, akkor pofáz, akkor fejbeverhetsz, felakaszhatsz. Csinálsz, amit akarsz, haver, akkor a leghülyébbnek is titulálhatsz a világon, de ameddig nem vagy képes legalább egy ugyanolyat, nem jobbat, egy ugyanolyat összehozni, kussolj. Ne nyekegj, mert semmi jogod nincs hozzá. Az, hogy manapság sajnos a kiadók ilyen szempontból nagyon az emberek kezébe adták, úgymond a teljhatalmat, hogy hát amit akar az illető, az teljesíteni kell, nem baj, ha lehülyéz, de teljesíteni kell. Mert a bevétel a lényeg. Hát... nem. Tehát, és ilyenkor van az, hogy... bizonyos cégek eladják magukat, vagy sem. Bizonyos filmek, bizonyos animék, bizonyos akármik. De amúgy igen, a legrosszabb az az, mikor csak úgy mondják, hogy nem jó, nem mondják meg, hogy miért, nem mondják meg, hogy mi változtatnának, nem mondják, hogy hogy lenne jobb az adott valami, csak bemondják, hogy nem jó. Kösz. Hát ezzel nagyon sokat segítettél, tényleg. Ezt kap, de ne anált, hát. Kicsit ellökted. Oké. De sajnos ezt a mai világban... elfogadják. És ez a legnagyobb probléma. És az... én cégemnél is ez az izé, hogy amit a... hú, úgymond a vásárló kér. Oké, ameddig nem marhaság az, amit kér, egyetértek. De amikor már valami marhaságot kér, akkor már nem. Tehát azért... haver, komolyságot azért elvárunk. Minimálisot. Ja, tudom, nálunk is vannak ilyenek, hogy animézi, jaj de gáz. Te meg taknyúj nyálad magad után húzod részegen. Na az a nagyon gáz, fiam. Hogy itt vagy, 30 évesen, nekem pofázol, úgy nézel ki, mint egy röffencs, és még neked áll feljebb, csak azért, mert én animét nézek. Hát legalább én vagyok annyira kultúrbarbár, amennyire te nem vagy, hogy talán tudok majd japánul egy-két szót nyekegni. Talán lesz egy fingom arról, hogy mi van kívül, ugyebár, hogy néz ki Ázsia, mert ugyebár az anime az esetek többségében azért mára mennyire épül a realitása,
Nem pont tényekbe, de elég sokat tudsz onnan tanulni. És abból többet tanulhatsz, mint egy filmből, ahol nem lát más, csak kigyúrt nagy állatokat, csöcsöket mindenhol, és akkor azt mondja erre a Janika a hegyről, ez egy jó film. Szóval te azt mondod, hogy a... hogy az Iron Man jóval realisztikusabb, mint egy anime. Mint egy Slice of Life anime. Tehát, hogyha te ezt mondod, fiam, akkor neked gondjaid vannak, és menje. És nézd meg egy izét. De én itt annyira elpofázok, hogy én alul maradok. Na, itt minden megvettek. Na, de itt verekszenek. No, bújócska! Nem, de komolyan az ilyen emberektől agyvérést tudok kapni, mikor olyanok állnak engem leszólni, hogy Atya Úristen. Nem tetszik, amit nézek? Nem baj, nem kértem, hogy nézed velem együtt. Csak gondoltam, megosztom, hogy én mit szeretek nézni. Most, what the fuck? Nem baj, az amúgy is ez nem ranked. Nem az a lényeg itt. Ezt átcseréljük, és közé jó lesz. Ha még tudod, hogy miért nehéz amúgy olyan embereket találni, akik beszélnek az animéről, vagy mint például gémelnek, mert például a legtöbb esetben az ilyeneket úgymond elítélik. Ugyebár, ha nem vagy valamilyen szinten sikeres. Szóval tegyük fel, ha nézel animét és gémelsz, ergo mint én, és még anyádnál laksz, nincsen kocsidot, vagy 30 éves, és úgy nézek ki, mint akit most szabadítottak ki az egyik állatkertből, akkor lenéznek. De ezzel ellentétben, ha ugyanez a felállás mindössze annyi különbséggel, hogy egyedül élsz, piszoklasz házad van, vagy tegyük fel normális, van jogsit kocsid, és a munkahelyed is oké, okay, akkor már nem ugyanilyen szinte jönnek azzal, hogy hát egy loser vagy, hanem akkor már mára mennyire elnézőbbek, de csak is azért, mert a háttér más. A köret ugyanaz, ami belül van, de a háttér más. És akkor megmondod valakinek a személybe, hogy te csak azért beszélsz velem, mert így akar, én nagyon jó barátod vagyok, én amúgy is, aha, jó van, tudod mit, ott az ajtó, amin bejöttél, mehetsz kifele, haver. Mert, na. Lejárt az idő. Olyan 9-től 9 óra 1 percig. Van az ilyen probléma megoldás. De amúgy ez a lényeg, tehát, hogy... hogy nagyon sokan azt veszik először figyelembe, hogy mi a háttér, és utána veszik figyelembe, hogy kb. Milyen maga a stílusa. Tehát lehet a legnagyobb kretén, bunkó, etc. De ha tegyük fel, hasznot tudnak húzni belőled, akkor oké, okay, mindenre azt mondják, hogy oké, okay, amit csinálsz, mindenre azt mondják, oké, okay, amit mondasz, satsz per kb, tehát. És itt van egy-két olyan ismerősöm, nevet nem mondok, de lehet, hogy magára ismer az illető, ha visszanézi ezt YouTube-on, hogy direkt nem is merte elmondani nagyjából az esetek 99%-ába. Azt épp nem mondom, hogy soha, de ugye az esetek 99%-ában nem mert azt elmondani baráti körön belül, hogy ő néz animét vagy gémel, mert a haverjai, akik ugye ugyebár ilyen bulizós emberek ezt elítélik. Hát
azt ki a fenét érdekel, hogy el, így is úgy is elítélnek, bambula. Nem mindegy, az legalább ítéljenek el azért, mert okot adtam rá, nem pedig azért, mert hát épp nem úgy sül a dolog, hogy ők akarják. Hát fiam, nincs minden nap kívánságműsor, és ez nem a kívánságkosár, szóval pek. És jelzőlámpa se vagyok, hogy úgy változzam, ahogy te vagy ti szeretnétek. Tetszem, jó, nem tetszem, úgyis jó. Csokkolom bundás kenyér, na, de itt van valaki. Lápány, sokan van valakik. Ó, micsoda. Na. És hol a harmadik ott van fent? Spear, longsword, bow. Jó daggerje nincs senkinek, ne szívassál már. Ez kell. Mit találtál? Jó van, az nem zavar engemet. Ebből egy nem kell. Ebből mondjuk kell egy pár. Mindent megvették, az nem jó. Na, minden van. Mi szemszájnak ingere. Kilencen élünk. Na, olyan jól eldumáltam, hogy már észre se vettem, hogy így már a top 2-be vagyunk mindjárt, tehát mindjárt verekszünk. Na, és akkor most verekszünk majd a túlélésért. Hát ez jó lesz. Follow vagy nem follow. Hát azt mondom, hogy oké, mondd el a véleményed, meg minden, de nem, tehát nem zedem azt, mikor valaki úgy beszél valamiről, hogy ki sem próbálta. Tehát tegyük fel az emberek azt mondani, tehát tegyük fel, én azt mondanám, hogy nem jó a cigi, vagy rossz a cigi, vagy érted? Úgyhogy nem próbáltam ki. Kipróbáltam, nekem nem jön be. Ennyi. Hát meg igen, olyankor erőre kapnak az emberek, mikor látják, hogy befolyásolni tudnak téged a szavaikkal. Tehát ha azt mondják rád, hogy te folyan anime nézze, vagyis te nem nézed, akkor ezt lehet befolyásolni. Igen, néző vagyok. Tetszik vagy nem tetszik, ez változni nem fog. Gyere ide. Joe! Oh, micsoda! Azt hittem mi? Hát ez baj. Let my friend.
Nem áll, charge-olt. Kocsog. Mindegy, top 2, ez is jó. Á, de kocsog volt, becharge-olt. Hát igen, tehát próbált ki, és mondta a véleményed. Tetszik, nem tetszik, nem tetszik, oké, na akkor nem tetszik, de ez nem azt jelenti, hogy izé, nem jó. Tehát, mit a sportban? Van, aki szereti a focit, van, aki szereti a kosárlabdát. Most, vagy a Forma 1-et, na tegyük fel, itt nagyobb a különbség egy foci és egy Forma 1 között, ugyanis az egyik autó, a másik meg te sportolsz. Most azért, mert az egyik nem tetszik a másiknak, nem azt mondja, hogy az egyik jó, a másik nem jó. Mind a kettő jó, és mind a kettőben megvan az, amit szeret az adott illető, aki nézi, vagy aki csinálja az adott dolgot. Na, tehát ez most... És hova megyünk? Igen, tehát nézni jó, tehát érted már. Azért, mert valamit még tegyük fel, te nem imádsz, attól még tegyük fel, tetszhet. Tehát ilyen szempontból is, hogy meg ugyanúgy fordítva. Valamit szeretsz nézni, és valamit szeretsz csinálni. De sokan ezt úgy gondolják, hogy amit nézel, az csinálni szereted. Tegyük fel, szereted nézni a focit, akkor szeretsz focizni is. Nem biztos. De ezt én csak nézni szeretem. Minél nyitottabb vagy tulajdonképpen, annál több mindent tudsz tanulni. Ugyanis minden egyes, hát ilyen hobbikör mást tartalmaz. Most fogalmazzak így. Ó, mama. Ó, mama. Ez jó lesz. Something worthy of my skill. The spirits were right. A fine hall. No.
Ez nem hangzik rosszul. Vidd el azt a fegyvert, lányom, annak olyan damage-e van, hogy lepetézel tőle. Az a neve a rendezvénynek? Amúgy. De vidd, ha akarod, mert nekem van. Na, ez a Covid, de messze kell. Tudom is én. Na, jó. Akkor cseréltünk, jó. De amúgy itt ugrálnak valakik. Vagyok én süket a magam módján, de... Itt van. Megoldják. Még lubickolnak is. Én lefele nézek, ez előrelő. Oké. Okay. Jól megértjük egymás, haver. Akkor szoktál menni ilyen rendezvényekre? Még most az utóbbi egy év, azt szerintem minden ilyen rendezvényre eléggé necces volt. Ugyebár. És az utóbbi egy év, hanem na. Tudjuk mi, hogy minek köszönhetően. Egy szeret tanulni, meg úgymond hú, mást is csinálni nehéz. Úgymond időbeosztás szempontjából, ez mondjuk kell, ez kell, és akkor így jó. Ezt én is alá tudom írni, hogy
Eléggé nehéz az időt beosztani mindenre, amire szeretnéd. Főleg, ha tegyük fel mellette tanulsz, vagy épp dolgozol. A legjobb, amikor még mind a kettő együtt. Hát akkor vigyed. Vigyed, mert én olyan tank vagyok, hogy felborulsz. Nem? Hát akkor elviszem el. Még amikor itt van a semmi közepén, úgymond, hát nem vagyok épp a közepén, de mindegy, és körön belül ellenfél nincs. Na, ezt tudom, mert hallom, hogy ilyen dúsak azok az események, akkor rendezvények. Egy háromszor kell. Na, ez több volt, mint három. Mondjuk én szeretek beöltözni, csak az utóbbi időkben kicsit elhanyagoltam ilyen szempontból a ezt a részét a dolgoknak, mivel csöbörből vödörben mindig valami volt, és akkor ez az öröm sajnos kimaradt. Hát igen, ezt nevezném annak, hogy na. Hát csak lesz már valami idővel, csak megunják egyszer. Gondolom. Na, és akkor itt megint van ellenfél. Hát... De persze, hogy én vagyok az az egyetlen egy marha, akit egyszerre hárman kezdenek el ütni. De hogy, nem tudom. De hagyjatok már békén. Kész, meghaltam. De egyszerre hárman ütnek engem. Hogy lehetek az a szerencsétlen, hogy... Na mindegy. Köszönöm. Nem baj, GG. Akkor itt már megint két team volt.
Hát az a jó, ha ennyi mindent bele tudsz sűríteni egy napba, tulajdonképpen. Mert ha ez még hozzámegy az alvás is, az alvásán maga alapból elvesz egy, ne mondjak sokat, 5-6 órát. Hát igen, hát például az én esetemben alapból 11 óra már csak a munka. Az utazással együtt. Szóval nekem 11 órám alapból elmegy a kukába. Minden nap. Amivel nincs mit kezdjek, ami úgy ahogy van, az csokolom. Akkor még emellé bejönnek a kisebb napi edzések, ami általában 30 perc és ilyen egy, tehát fél óra és óra között lengeni, attól függ, amikor milyen kedvem van. Akkor még, ahogy jó magad is láthatod, szoktam streamelgetni, akkor még emellett, hogy már ezzel alapból elmegy ilyen két óra, másfél, vagy talán több minket, attól függ, hogy milyen game-mel játszok. És talán ott van, hogy már lehet lefeküdni, mert holnap megint munka. Szóval igen. Piszok jó. Piszok jó, hogy van 24 óra egy napban, bár nekem 48 óra kéne legyen egy napban. Akkor talán jó lenne. Na, nagyon jó. 4 óra alvás. Ismerős. Bár én egyszer egy másfél éven keresztül voltam úgy, hogy... Tehát másfél éven keresztül egy húzamban nem aludtam többet. Hétfőtől péntekig, mint egy-két óra, vagy épp semmi. Hétvégén, amit tudtam nyugisabban aludni. Másfél éven keresztül, hát... Hú, azt nem kívánom senkinek. Mert egy idő után már maga a te szervezeted és tested kényszerít arra, hogy aludj. Olyan szempontból, hogy kinyitottam a szemem, és úgy csípett, hogy sírtam, mintha valaki azzal a zizé paprikasprével fújta volna a szemeimet. Vérvörös és könnyezett, ameddig nem csuktam be, nem láttam, tehát nem tudtam nyitva tartani, annyira sokat voltam fent, úgymond. Na, azt az eremet tényleg senkinek nem kívánom, mert azt átélni.
Ám mondjuk ismerés, amikor tényleg annyira ki vagy, hogy fú, elalszol a vonaton, vagy mikrobusz. De addig a jó, ameddig buszon, vonaton, meg ilyen helyeken alszol el. És nem pedig a saját kocsidba, úgy, hogy te vagy a sofőr. Na, az aztán a pek. Hú, és már megint az van, hogy már megint nem tudok egy nyugodtan streamelni, mert már megint dúl a meló. Ha nem baj, akkor változtatunk. Ma akkor kinyitunk 10 ládát így zárásnak. Nézzük, mit nyitunk. És akkor sajnos már megint ennyi lesz. Ugyebár, mert nekem olyan jó az időbeosztásom, hogy délelőtt nem lehet, délben nem lehet, délután nem lehet. Na, van egy vizé legendary. Oké. Okay. Na, mit nyitottunk? És mi a legendary? Most szívasz, hogy ez volt a legend... Nem, nem nyitunk többet. És komolyan... Komolyan... Off, komolyan azt nyitottuk ki vele, anyám. Ó, bakker. Á, igen, az is nagyon jó. Nem, az akkor, amikor így ülsz, de így a külső széken, és így bevesz egy kanyart, meg ilyen... Mint egy zsák krumpli. Puk! Na, de akkor most ez ennyi lenne. Köszönöm, hogy benéztél, mert sajnos már megint hív a kötelesség. Milyen jó, hogy még vasárnap se hagyják békén az embert, ugyebár? Hát olyat fordulsz, érted, hogy a Föld a 360 fokkal elbújhat, érted, mögötted? Ne komolyan. Hát én is köszönöm, hogy benéztél. És akkor még majd megpróbálok kicsit sűrűbben, meg már lassan hosszabb ideig streamelni, megint csak másfél óra, bakker. Köszi szépen, és akkor hát kellemes estét. És neked is kitartást. És akkor még találkozunk. Remélhetőleg még találkozunk. Ha nem, azért még YouTube-on visszanézheted. Ezért szerettem így mindig áttöltögetni. Ha ne talán valaki kíváncsi rá, akkor. Mert ugyebár a Twitch az egy adott idő után letörli. Na. Köszöntöm szépen. Hello, bello.